Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a Jön Call of Duty 4 fegyver tippek, a sorozaton végigmegyünk az összes Code 4 érdemleges fegyvere, nem minden, ez érdemlegesen. Készült már videó egy jó pár fegyverről, mit tudom én, AK-MP5, és most jöjjön az ML4, úgyhogy ha van valami fegyver, amiről szeretné hallani korábban, mert úgy megyek a sorozatban végig, ahogy amilyenek az én kedvenc fegyvereim, ahogyan én szeretem őket, és hogyha van valami fegyver, amit szeretnél hallani, hagyd lent a kommentben, és akkor megcsinálom róla a videót, kivéve, hogyha már megcsináltam és feltöltöttem. Nos, srácok, nem is nagyon húznám az időtöket, mit tudunk az M4-ről? Az M4 az a fegyver, amit a Code 4 Remastered-ben és a sima, a régi Code 4 sima módjában, tehát ami nem hardcore, nem nagyon választanak a játékosok, tehát előszeretettel nem választják, mert hogy úgy érzékelik, hogy nem túl jó a damage-el szól, és hogy nem annyira adja be, viszont egy tetű precíz és pontos fegyver, azt kell, hogy mondjam, távolságokra nagyon jól beadja, és nagyon jól lehet vele headshotokat osztani, mivel hogy ennyire precíz. Én ajánlom szeretettel ezt a fegyvert, és jöjjön most perk összeállítások, fogunk beszélni arról, hogy hogyan azoknak, akik rendelkeznek FPS-sel, és azoknak, akik nem rendelkeznek FPS-sel, és úgy általánosan mit ajánlok az M4-re. Nos, jöjjön az első változat. Beszélgessünk azoknak, akiknek nincs FPS-ük, mert azt a legkönnyebb leadni. Srácok, ha nincs FPS-etek, akkor Red Dot Sight-ot kell rárakni, Red Dot Sight-ot. Akinek van FPS-e, az szerintem néha nyugodtan tehet rá egy hangtompítót. Nagyon jó jön neki, hogy egy ilyen kis sunyi játékot lehet vele játszani. És amúgy, hogyha még mindig van FPS-e, rakjál rá egy Red Dot Sight-ot, mert szerintem nagyon jó a Red Dot Sight az M4-nek, és azon a kis lyukon átlőni, ha van FPS-ed, akkor még úgy is macera néha, és elvesztheted a célt, amit lősz. Nos, perkek tekintetében sokan sokféleképpen csinálják, a régi Code 4-esek, akik hardcore szerverekre jártam, és ez érthető is, hogy steady aim-et raknak be. Az M4 úgy egészen pontos amúgy is, tehát hogyha a no zone-ban lősz az M4-el, viszonylag pontos, viszont a hardcore szervereken az M4 például azért volt jó régen, mert nagyon nagy távolságokra is no zone-mal beadta. Mivel hogy hardcore könnyebben halt, no zoom-ban lőttél, mint Rambo, és beadta. Viszont sima módban, mivel hogy látod a célkeresztedet, sima módban egy kicsit könnyebb szabályozni, hogy hova lőjön az M4 no zoom-ban. Ezért harmadik perknek én a Deep Impact-ot javaslom, egy Deeper Bullet Penetration, boldog vagy vele. Mindenképpen. Perk 2-nek, na most itt jön a trükk, én gyűlölöm javasolni a Juggernautot. Mert egy kalap szar perk, de sokszor mivel, hogy az M4, hogyha nagyon közeli csatákra kerül a sor, mivel, hogy az M4 gyengébb, mint a többi fegyver, de precízebb, ezért néha a Juggernaut megmenti az életedet, de amúgy egy kalap szar perk ez a Juggernaut, szóval csak úgy mondom egy ilyen opcionális dolognak. Helyette inkább a stopping power-t érdemes használni, és kihasználni, mert az a nagyon, tényleg egy jó, erősebbet lő gyakorlatilag az a kis M4. Perk 3-nak függően a játék stílusodtól én... Ja, várjunk, csak van rajta egy GL. Nem, nincs rajta egy GL. Tehát gyakorlatilag Perk 3-nak én nagyon-nagyon-nagyon javaslom a 3 gránátot, hogyha egy kicsit rassolósabb játékot akarsz. De mivel hogy az M4-en, hogyha tényleg ilyen szűk csatákra, ilyen szűk helyzetekre kerülnél, vagy sarok mögött, vagy fal mögött, vagy stb. Nagyon-nagyon-nagyon jól jön neki a 3 speciális gránát. A 3 special granite, és azon belül is a stun granate-et javaslom, gyorsabban dobja el, és abból akkor a special granate 3 című történet, és kapsz 3 ilyen speciális gránátot, és akkor vakíthatod az ellenfelet orva, szájba. Srácok, M4-ről nagyon nem lehet mást elmondani, mint mondtam, tehát választhatsz még, esetleg ha kombinálni akarod a dolgokat, akkor egy steady aim-et, és hú, de le vagy rendezve, de tényleg nagyon semmi extra, de egy deep impact és stopping power kombinációját javaslom.
Hardcore, hogyha hardcore-ozni szeretsz, akkor Sleight of Hand, nagyon-nagyon jól jön. Sleight of Hand, és akkor egy Steady Aim, és a kettő együtt kombinációja, no zoom, gyors töltés, gyors játékot tudsz eredményezni vele. Hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet, a következő fegyverig, sziasztok!